A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma felújította azt a korábbi évekre visszatekintő hagyományát, hogy ismeretterjesztő és történelmi előadásoknak ad helyet. A jelenlegi alkalommal Szabó Csaba mutatta be Szatmári Lajos életművét. Szatmári Lajos egy Erdélyből elszármazott magyar híresség, mondhatnám azt is, hogy világhíresség volt az előadás témája. Fiatalkori éveiről nem sokat tudunk, ő maga sem sokat mond. Annyit tudunk, hogy a Rákos rendezői pályaudvaron 1919-ben született egy marhavagonban, és akkor, amikor körülöttük még a cseh meg a román puskák ropogtak, majd Erdélybe visszatért, mert onnan jöttek ezzel a tehervonattal a szülei. Erdélybe visszatért, ott újságíróskodott, szerkesztőként dolgozott. Aztán jött Budapest, ahol az erdélyi származású Szatmári szintén újságírással foglalkozott. Néhány évvel később kiutazott Amerikába, ahol nagymamája receptjeit felhasználva komoly sikereket ért el. Úgy látszik, a jezsuiták tudták, hogy ha valaki Erdélyből jön, akkor annak feltétlenül kell tudni valamit a szakácsművészetről. Így aztán alkalmazták szakácsnak. Gyakorlatilag ő a nagymamája receptjeit ott a gyakorlatban kifejlesztette, és ott tanult meg főzni. Szatmári Lajos életében óriási műgyűjteményt halmozott fel, többek között erkel és lisztkéziratokat. Amerikába $1.10 érkezett vissza. Ezen kívül 5 angol szót tudott, és 15 könyvet is vitt magával, mert már akkor is vitte otthonról a családi könyvszeretetet. Amikor aztán nagyon gazdag lett, akkor ez a könyvszeretet, ez megkapta a kellő hátteret, és a pénzét könyvekre, betűre, kéziratokra, és most sorolhatnám, hogy mi mindenben létezik betű, ezekre költötte. A rendezvénysorozat kapcsán azonban számos más téma is felmerült. A mai témánk mellett a következő alkalommal debreceni Dropán Béla tart előadást Debreceni Tamásról, aki Első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna idejében volt Sárospatak várának és a környékbeli Rákóczi birtokoknak a prefektusa, tehát jószág kormányzója, míg májusban jó magam tartok előadást a Betleni Betlen családról. Az előadás sorozata a tervek szerint az ősszel is folytatódik.